Köszöntöm nézőinket! Önök a Szerda Estét, a Sopron TV heti rendszerességgel jelentkező magazinját látják. Tartsanak velünk, nézzük mai témáinkat! Hölgyválasz. Természetjárás, természetközeliség. Hogyan alakult át a járványos időszakban kapcsolatunk a környezettel? E témában a beszélgetés utolsó epizódját láthatják. A hét témája. Stornó 200. Idősebb Stornó Ferenc visszaemlékezései Szilágyi Tibor színművész tolmácsolásában. Hölgyválasz. Folytatjuk a múlt héten elkezdett témát. Természetjárás, természetközeliség, hogyan alakult át a járványos időszakban kapcsolatunk a környezettel. Vendégeink. Gyimóti Zsuzsa, a Vas és Villamosipari Technikum kutató tanára. Fontos célja tanítványai természet iránti érdeklődésének felkeltése és élményszerűen megértetni velük a természet és környezetvédelem jelentőségét. Programja a természetjárás népszerűsítését is szolgálja. Ő maga naponta járja az erdőket kutyájával. Szabad idejében akvarelképeket fest. Mogyorósi Rita szociálpedagógus végzettségű, hobbija a kertészkedés. Kertjét 10 éve csinosítja, amelyben a tavalyi évtől fogva látogatókat is fogad, és jótékonysági eseményeket szervez. Fontos számára a természet közelsége és az állatok szeretete. Kertjében több ezer növény található, melyek száma folyamatosan bővül. Jan Krisztina 18 éve jógaoktató, a Jandala Jóga Stúdió vezetője. A jogán belül a gerinc védelme és a kismama jóga a fő iránya. Szinte minden szabadidejét az erdőben, a természetben tölti gyermekkora óta. Fontos számára a környezettudatosság, az egyéni felelősségvállalás, az állatok, a természet szeretete. Zsuzsa is folyamatosan kitalál mindenfélét. Így terve vetted télen, hogy egy hihetetlen jó hangulatú madártúrát, mi volt pontosan? Madárkarácsony túrát szerveztél, amit a járványügyi helyzet közepette is meg lehetett valósítani. Igen. És nagyon sok embert megmozgattál. Igen, nagyon örültünk neki. Ugye egyedül állt kezdtem el, volt egy olyan túrám, amit már gyerekekkel többször jártam, és nagyon tetszett nekik, sikeres volt. És hát ugye tudtam, hogy ez a túra önállóan is lejárható, tehát át tudom úgy alakítani, hogy ne kelljen túravezetőt adni hozzá, hanem tulajdonképpen bárki, családok ugye járványügyi helyzethez igazodva maximum 10 fővel lejárhatják. És akkor ehhez társult hozzám ugye a TAEG ZRT meg a Soproni Vándorok túraegylet, és akkor közösen elkezdtük szervezni, tanulókkal, a gyerekekkel kiraktuk a jeleket, és akkor tulajdonképpen e-mailen tartottuk csak a kapcsolatot a túrázókkal, feladatlapokat le tudták tölteni, vagy fölvenni az erdei büféből, vagy az iskolánkból, és akkor e-mailben megbeküldték a kitöltött feladatlapokat, mi megküldtük az ajándékot nekik e-mailbe, és hát nagyon örültünk, mert több mint 400 túrázónk volt így összesen, úgyhogy igazából egy kellemes meglepetés volt nekünk is, hogy tehát látszott, hogy ennyire igény is volt rá. Tehát én a tanítványaimon is láttam, hogy főleg most egyébként, most megint érzek egy ilyen mélypontot, hogy tanulmányi eredményekben is azt látjuk, hogy tehát elveszítették a motivációjukat, egymással a kapcsolatot, hogy nem nagyon találkoznak, és most megint az iskolába összeraktam egy olyan túrát, ami megint csak önállóan lejárható, és akkor ezt a kollégáknak rendelkezésre bocsátottam, hogy így kis csoportokban egy-egy online óra helyett, vagy délután ki tudnak menni, és akkor 7 feladatot, ilyen ügyességi feladat, ilyen sípályán felfutás például. Az helyes feladat. Igen, de ők meg élvezik. Nyilván nem minden gyerek fut fel, de azért akad egy-kettő, aki bevállalja és élvezik ezeket a felsétálnak az iszék. Igen, meg csúzlit kaptak, és akkor ilyen célba lövés gyakorolni, ilyesmi. És nyilván nem élő célpontra, de hogy ezeket ők nagyon élvezik, és nyilván madarakat is belecsempésztem egy-két feladatba, ilyen rejtvényekbe, hogy mégiscsak madaras program. Úgyhogy így próbálok így egy kicsit motiválni, meg egy kicsit helyre billenteni őket. Úgyhogy most már 3 osztály lejárta ezt a túrát most így január-februárban, és hát látni lehet rajtuk, hogy végig csivitelik az utat. Tehát annyi mondandójuk van most így hirtelen egymásnak, hogy nem találkoztak, hogy ez talán ilyen hiánypótló lesz egy picit. Szóba került ugye a járványügyi helyzet.
Úgy tapasztaljátok ti is egyébként, hogy a természetjárás népszerűbb lett ebben a járványügyi időszakban? Abszolút, tehát, hogy többen kirándulnak? Abszolút, abszolút. És nagyon fontos, hogy ennek a kultúrája is elterjedjen. Uh-huh. Ez alatt mit értesz? Hát azt, hogy tényleg vegyük észre, hogy mi ott vendégek vagyunk a természetben, tehát amit elviszek magammal, azt haza is vigyem. Mert többen, ugye tényleg nagyon, tehát mindenki kanapéharcos lett, meg ilyen posztolnak jobbra-balra mindenhez is, és akkor többen írták ugye a szemétszedős posztjaimhoz, meg hát amit az erdei túráimról megosztottam, hogy mert nincs annyi szemetes kitéve, nem ezen múlik, nem ezen múlik. Egyszerűen itt nekünk a kis fejünket kéne használni, és rájönni arra, hogy a szemét az nem oda való. Tök egyszerű, ha viszek magammal egy 10 órait, azt valamiben viszem. Tehát és valami táska, valami hátizsák, vagy valami kis táska van nálad, és akkor szépen visszacsomagolod, mi is csinálunk nagyon nagy túrákat, ilyen 20x kilométeres túrákat, és akkor van egy 10 óraizós helyünk, ahol megállunk, szépen megesszük a kis motyónkat, és akkor visszapakoljuk, és akkor otthon megkidobom. Tehát ezt jó lenne, hogyha ez így elterjedne, hogy magunkkal visszük, és szépen hazavisszük. Vagy amit találok, tehát szerintem senkinek nem okoz problémát, hogyha valamit talál, azt akkor beteszi pluszba a táskába, vagy a kezébe elviszi az első szemetesig. Tudja, hogy a parkolóban ott volt, látta, akkor ott ki tudja dobni. Úgyhogy ez olyan jó lenne, hogy ha az emberek egy picit felébrednének, hogy az egyéni felelősség az, aminek most már itt az ideje. Az összefogásnak is, mert azért mi a Zsuzsival nem most találkoztunk először, a Ritával igen, de nem utoljára. És igen, itt a példamutatásnak nagy szerepe van, amit már ugye többször említettünk. A másik az, hogy nem utogassunk már másokra, hogy miért dobta el. Hát miért? Nem, engem nem érdekel, miért dobta el, az az ő dolga, azzal küzdjön meg azzal az ő kis lelkismerete, hogy ő azt miért dobta el. De az én felelősségem ott van, hogy vagy ott hagyom, vagy felszedem, és ezzel, ha már ezzel példát mutatok, akkor az már nagy szó, és innentől kezdve akkor visztük tovább. Van egy tanmese, hogy a tenger kidobott rengeteg tengeri csillagot a tengerpartra, és ment egy ember, és csak egyenként dobálta be őket, de rengeteg volt. És akkor ment mögött egy ember, hogy hát most ezt minek csinálja. Hát tök értelmetlen, mert ott van még, mi nem tud mindenkit megmenteni, de ezt az egyet igen. Uh-huh. És ez mindig eszembe jutnak ilyen tanmesék, hogy ennek az egynek nem mindegy. Hogyha az egyetlen egy csoki papírt felszedtem, vagy negrós papírt, mert volt olyan túrám, amikor én nem tudom, vagy 15 negrós papírt találtam, meg 5 ilyen másik cukorkásat, picike, persze, de évtizedek alatt bomlik fel az is, vagy bomlik el. Vagy például a papírzsebkendő, az valami döbbenet. Mesélte az egyik erdész, hogy pont a papírzsebkendőről volt szó, és akkor mesélte, hogy az édesapjával járták le az erdőt, pont valami szemétszedős körútjuk volt, és volt egy fa, ahol ilyen 150-es évvel szedték össze időnként a papírzsebkendőt, és ez már szemet szúrt neki, és egyszer pont összefutottak azzal a futólánnyal, aki mindig ugyanannál a fánál dobta el a papírzsebkendőjét. És így mondták neki, hogy de hát mit csinálsz? Hát ez csak egy papírzsebkendő. Igen, de ha mindig ugyanitt dobod el, tehát az ugyanúgy szemét a papírzsebkendő is, és azt se kéne eldobni. A jobb zsebemben van a tiszta, a balba begyőröm mindig, ami már nem tiszta, és akkor otthon vagy a szemetesnél kiürítem a zsebemet. Teljesen egyszerű. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha ezt így megtanítanánk a gyerekeinknek, és így szépen így beívódna ez a dolog, hogy tiszteljük a természetet, tegyünk érte, hiszen mit adunk tovább az utókornak, mit adunk tovább a gyerekeinknek. Ugye van egy indián mondás is, hogy amikor lelőtted az utolsó vadat, kivágtad az utolsó fát, akkor jössz rá majd, hogy nincs mit megenni? Igen. Tehát ez valószínűleg hosszabban megy még, de itt tényleg ez van, hogy most már nekünk kell tenni egyénileg, és akkor, ha mindenki csak egy picit tesz magáért a környezetért, akkor abból azért valami nagyon nagy csodát lehet csinálni. Nem mindenkinek ez a feladata. Én úgy érzem, hogy nekem ez most már feladatom, hogy az erdő járás közben szedem a szemetet. Én nekem ez nagyon jó lesik csinálni, tenni azért a sok jóért, amit kapok az erdőtől, hogy ennyit tehetek én is érte, és ez nekem nagyon jó érzés. De nem kell, hogy mindenki ezt csinálja.
Lehet a szomszédnéninek segíteni, lehet fát ültetni, lehet egy parkot... Virágot ültetni. Virágot ültetni. Lehet mondjuk, ha mondjuk egy lakóközösség elkezdi ott a környezetében a parkot kicsit rendbe tenni, amire mondjuk ott kilát az ablakból, mert ugye egy város, én is mondjuk most a városban lakom, és nálunk is a társasháznak van egy kis kertje, és ha csak ennyit teszel meg, hogy nem nézed el, hogy már harmadik hete ott van az a sörös dobod a padnál, és mondjuk azt eldobod, vagy elkezdesz egy kicsit a saját környezetedben körülnézni, hogy ott mit lehet tenni, azért nagyon sok mindent lehet. És ez annyira jó érzés, amikor olyan emberekkel találkozom, akik ugyanilyen furcsák, mint én, és a kis furcsaságukkal egy picit hozzáadnak a környezetükhöz, vagy az emberekhez valami jó dolgot, és ez szerintem ez nagyon nagy kincs. Hogyha mindegyikötök ilyen szempont egy kicsit furcsa, hiszen nagyon lelkesen a természetet szeretitek, kedvelitek, és érzitek, sőt, tisztelitek. Te tapasztaltad-e, Rita, azt így a járványügyi helyzetben, amiről most beszéltünk, hogy megnőtt a túrázóknak a száma, hogy megnőtt azoknak a száma, akik a kertművelés iránt érdeklődnek? Igen, én azt vettem észre márciustól, ugye amikor jött a tavasz. Hát az emberek azok megrohanták az összes kertészeti boltokat, például az Obi, itt Sopronban, szóval tele volt a parkoló. És mindenki próbált ültetni, és nagyon-nagyon szép kertek születtek szerintem. Észrevették azt az emberek, hogy igenis, hogy van a kerten, vagy van a házon kívül is élet. Hogy egyszerűen az, hogy most ők nem mennek el dolgozni, avval ők valamit létrehoztak otthon, és elkezdték szépíteni a saját környezetüket. És nagyon-nagyon szép kerteket láttam én egyébként a környezetemben is. Cserélgették a növényeket, megbeszélték egymással, hogy ki milyen növényt ültet, és nagyon-nagyon nagy lelkesedést láttam én az emberekbe, annyira szépítették. És például posztokat is láttam a Facebookon, mert nagyon lelkesek voltak, és mindenki dicsekedett, és mindenki tette fel, hogy ezt én most, én saját magam csináltam, én építettem, vagy én ültettem ezeket a növényeket, és tényleg szerintem ezek az emberek, mivel hogy ezt elkezdték, szerintem ezt ugyanúgy évről évre folytatni fogják, szóval nem az lesz, hogy hagyják azokat a növényeket úgy, ahogy vannak, hanem folyamatosan ápolni fogják azt a kertet, és még több lesz, és még több embernek fognak szerintem példát mutatni. Tudjátok, mi ebben az egészben a legjobb, hogy az emberek visszatérnek a teremtéshez. Igen. Hogy eddig annyira instant világban éltünk, hogy mindent így kézzel kaptunk, és akkor így, ugye most én is lakásban lakom megint egy 10 éve, közben volt egy kertesház, és így iszom a Ritának a szavait, mert megint egy kertes házon álmodozunk, és remélem, hogy minél hamarabb létre tudjuk hozni. És nekem is ott csodakertem volt, majd kíváncsi leszek a tiedre is, mert én is ott mindenféléket ültettem. De hogy az emberek hazamennek a kis dobozkáikba, a kis társasházakba, a kis lakásaikba, becsukják az ajtót, és így kész, így van az én kis dobozom, és azon kívül más nem érdekel. És így mindegy, hogy mi történik, ha esetleg elmegy egy mentő, kinéz az ablak, hogy na kiér, jött az utcába, vagy másért, vagy egy tűzoltó hú valahol balhé van. De hogy így nagyon bezárkóztak, főleg most ugye, hogy járványügyi helyzet egy éve lassan, hogy így az emberek még jobban bezárkóztak a kis mikrovilágaikba, és hála a jó Istennek, hogy nagyon sokan ebben a bezártságban felébredtek. És lettek más igényeik, hogy nem a munka töltötte ki végre az életüknek a nagy részét, mert hát ugye dolgozni az élet értelme a munka, és rájöttek, hogy ja nem. Ja, hogy lehet kertészkedni, lehet természetbe járni, és hogy megint egy kicsit közelebb kerültek a természethez, hogy kimozdultak a kis komfortzónájukból, a kis lakásaikból kimozdultak, és felfedezik a természetet. Észrevették, hogy van erdő is a közelben. Igen, észrevették ezt is. Meg, hogy akár a kertjében elkezdett valamit alkotni, és hogy valamit létrehozni. És ennek micsoda öröme van, hogy gondoljatok bele, amikor még a kisgyerek a homokozóba elkezdi a homokozó ilyen kis tortácskákat, vagy ilyen formákat alkotni, hogy ott is az öröme az, hogy széttúrja, utána megint létrehoz valamit, és hogy ez a picit, ez a gyermeki lét is, hogy felfedezni, mi csináltunk olyan túrát például, hogy fedezzük fel
annak a pataknak a forrását. És addig mentünk a patak mentén, amíg föl nem fedeztük, és valami hihetetlen élmény az, hogy látod, hogy ott van egy semmi, és bugyog ki a víz. A föld alól jön ki a víz, és hogy ez egy forrás. Most egy olyan gyerek, aki csak dobozba lát tejet, hogyha annak mutatsz egy tehenet, akkor jé, ebből a tehénből jön a tej. Na, nekünk kb. Ugyanilyen élmény volt, hogy jé, ilyen egy forrás. Mert látod a térképen, hogy ott van a forrása annak a pataknak, és akkor nem is tudom, hogy nem kecske patak volt, valamelyik másik, hogy ez hihetetlen nagy élmény volt, és ez gyerekekkel jártuk le, mi is ilyen ismerős családbeli gyerekekkel, de hát hihetetlen élmény. És felnőttként én ugyanezt élem meg, hogy mindig fölfedezni valamit. Éppen a Zsuzsival beszélgettünk, még vártunk erre a stúdió beszélgetésre, lenne az előtérbe, hogy tavasszal is már annyira igényünk volt arra, hogy menjünk, hogy egyszerűen már nem tudtuk, mit találjunk ki. Kitaláltuk, hogy 5 kilátót ül. Több nem fért bele kilométerbe, mert nem bírtuk volna végigcsinálni. Akkor nem tudom én hány forrás túra. És most is látom az ismerettségi körömbe, hogy ők is elkezdték ezeket járni a gyerekekkel, és hogy milyen egészséges lelkületük is felnőttek, és gyerekek lesznek, válnak általuk, és adják tovább. Azt hiszem, ez jó végszó volt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltetek minket a bizalmatokkal, és elmondtátok ezeket a gondolatokat, és akkor azt hiszem, abban egyetértettünk, hogy egyrészt majd túrázás közben is fogunk találkozni. Remélem. Másrészt pedig meglátogatjuk majd Ritának a kertjét, amikor már gyönyörű szépen virágba borul, és kortyolunk egy kis levendula szörpöt, mert az nagyon finom. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen.